Hát a mai sminkem az kicsit offos lett, mert hogy szerintem nem sikerült a legjobban a szemsminkem. Egy ilyen karácsonyi limitált palettát tesztelek, és maradjunk annyiban, hogy voltak vele problémáim sminkeléskor, de ha minden igaz, akkor mire ez a videó felkerül, addigra a blogon lesz teszt erről a karácsonyi kollekcióról, és talán lehet, hogy nyerhettek is valamit abban a bejegyzésben, úgyhogy érdemes lesz kattintani a videó alatti linkre. Sziasztok! Nagyon izgatott vagyok a mai videó miatt, ugyanis végre december van, szóval most már hivatalosan is elkezdődött a készülés a karácsonyra. Legalábbis nekem csak most kezdődött el. Tudom, hogy vannak, akik már hetek óta karácsonyi lázban égnek, és dekorációkat, meg ajándékokat vásárolnak, de nem tudom, nekem idén valahogy ez nem jött meg ennyire korán, ez a karácsonyi feeling. Annyira furcsa volt, hogy voltak, akik már októberben karácsonyi ajándékokat vásároltak, meg egy csomó külföldi YouTube csatornán ilyen karácsonyi sminkkollekciókat mutogattak, és így annyira nem tudtam hova tenni, de azt hiszem, hogy most már eljött az ideje annak, hogy egy kicsit én is átszellemüljek, és szerintem most már nyugodtan beszélhetek adventi naptárról. Ez a Feel Unique Beauty adventi kalendáriuma, tehát ez csupa-csupa sminket, illetve kozmetikumot rejt. Hogyha kíváncsiak vagytok rá, hogy pontosan miket, akkor mindenféleképpen tartsatok velem, de előtte ne feledkezzetek el feliratkozni a YouTube csatornámra, ezt megtehetitek a feliratkozás gombra kattintva, illetve kövessetek Instagramon, Facebookon, blogon, Twitteren, mindenhol, mert ahogy mondtam, rengeteg szuper nyereményjátékkal készülök nektek, és szerintem nem szeretnétek lóra lemaradni. Tehát így néz ki ez a gyönyörűséges naptár, szerintem tényleg nagyon szép, gyönyörűen megcsinálták, nagyon szép a kivitelezése, és ez 12 dolgot rejt. Félig meddig lesz nekem meglepetés, hogy pontosan miket, hiszen nyilván a weboldalon megnéztem azért nagyjából, hogy mik vannak benne, viszont nem bontottam még ki, mióta megérkezett, tehát most veletek együtt fogom megnézni, hogy pontosan mik is vannak benne. The Magic of Beauty by Feel Unique a neve ennek a naptárnak. Beteszem majd a linkét a videó alá, de azt hiszem, hogy nem lehet már kapni, amit megért. Mert tényleg egy nagyon szép naptár, és remélhetőleg a benne lévő termékek is nagyon jók. Úgyhogy ki is kötöm ezt a kis masnit itt az elején. És hogyha kinyitom, ops, valami kiesett, majd mindjárt megnézzük, hogy mi az. Akkor pedig így néz ki. Remélem, hogy láttok belőle valamit. Tehát ahogy mondtam, 12 ablakocska van, és gyönyörű szép illusztrációk vannak benne, de most megnézem, hogy mi ez, amit kiesett. Igen, kaptam még egy kedvezményes 10%-os kódot is a Feel Unique-tól. Hát, én azt mondom, hogy akkor vágjunk bele, és kezdjük el nyitogatni. Értelemszerűen először az egyes ablakot nyitunk ki, és ebben egy Roger and Gallet krémdusfürdő van. Gentle Shower Cream, és ez egy relaxáló, szappanmentes, érzékeny bőrre való krémdusfürdő, nincs benne parabén, nincs benne szulfát sem, és szerintem szagoljuk meg, hogy milyen illata van. Gyümölcsös illata van, most azt hiszem, hogy ír-e rajta valamit, hogy fleur de figuier, ez talán füge virág akar lenni? Nem tudom, nem biztos. A fleur az virág, azt tuti. Virágos gyümölcsös illatnak mondanám, nem feltétlenül téli illat, de mivel krémtusfürdő, így szerintem el fogom használni, és örülök, hogy ilyen kis pici utazó méretű tubus, mert ugye karácsonykor megyünk majd úgyis a szülőkhöz, és akkor nem kell én óriási flakonokat cipelnem magammal. Nézzük akkor a kettes ablakot. Igen, ez egy Decléor termék lesz, mégpedig egy Hydra Floral Multi Protection BB krém, 15-ös fényvédővel, medium árnyalatban, szerintem ez sötét lesz nekem, mert tudom, hogy ilyen kis picike tubus egyébként, de általában a medium árnyalatok azok sötétek szoktak lenni. Igen, talán látjátok itt, hogy picit narancssárgás is, meg sötétnek is mondható, egyébként nagyon, nagyon kellemes illata és textúrája van, ezt nem biztos, hogy el fogom használni, de fel lehet, hogy nyáron jó lesz. Menjünk akkor a hármas ablakra. Ó, ez egy Palmer's Coconut Oil formula, ez egy kókuszolajos testápoló, ebben sincs parabén, ftalát,
ásványolaja, glutén, szulfát. Úristen, de jó kókuszos illata van. Nagyon finom, nagyon-nagyon jó illata van. Jézusom, na jó, ezzel bekerem magam, ez muszáj. Egyébként ezzel a naptárral együtt rendeltem magamnak egy Palmer's ilyen pocakra való testvajat, amivel kifejezetten ilyen terhességi csíkokat lehet megelőzni, kezelni, szóval mindegy. Rendeltem egy olyat is. Nézzük akkor a négyes ablakot. Jaj, de cuki. Ez egy Percy Reed London Hair Perfectly Perfecting Wonder Balm. Ez egy ilyen hajra való krém, egy ilyen nem kiöblítendő balzsam, ami tulajdonképpen előkészíti a hajadat a további termékekre, és azt írja, hogy törölköző száraz hajra kell felvinni, és nem kell kiöblíteni. Van valami kis illata, de eléggé visszafogott, de nekem nagyon tetszik a csomagolása, egy ilyen kis csajszí van rajta. Ez biztos, hogy ki fogom próbálni, mert nagyon szeretem az ilyen nem kiöblítendő hajápolókat. Jó, menjünk akkor az ötösre. Ez valami apróság lesz. Sikerült az ötös ablakot leszakítanom. És nem tudom kiszedni. Megvagy. Ez egy Ole Henriksen Fruit Sugar Glow Polishing Mask. Vagyis ez egy arcmaszk, ami mély tisztít, kisimít és ragyogóvá teszi a bőrt. És így néz ki egyébként. Vannak benne ilyen barnás, meg világos szemcsék is, és ilyen géles állagú dolognak néz ki. És azt írja, hogy vékony rétegben kell felvinni a tiszta száraz bőrre, 5-10 percig kell fent hagyni, majd meleg vízzel kicsit átmasszírozni a bőrt, végül leöblíteni. Hát erre nagyon kíváncsi vagyok. Előre az Ole Henriksen márkára egyébként már hallottam. Nem tudom, hogy hol, de tudom, hogy hallottam róla. Úgyhogy ez nekem izgi, ez biztos, hogy ki fogom ezt is próbálni. Na, jöhet akkor a hatos. Na, nézzük, ez micsoda. Ez egy Balance Me Instant Lift Pore Minimizer. Tehát ez egy ilyen pórus csökkentő Visibly Smooth Fine Lines and Pores, tehát az ilyen finom vonalakat és ráncokat, valamint a pórusokat feltölti, illetve kiegyenlíti, minden bőrtípusra ajánlott, és 99%-ban természetes, valami krém akar lenni, de hú, az illata az kicsit fura. Hát igen, a természetes kozmetikumoknál ez elő szokott fordulni. Az illata nem az igazi, megmondom őszintén. De nem elviselhetetlen, csak nem a legkellemesebb. Első szaglása nem lett a kedvencem, de menjünk tovább akkor a hetes ablakra. Na, de ne is kívülni. Ezt imádom, ezt mikor megláttam, hogy benne van a dobozban, akkor nagyon örültem. Ezt ugyanis én már nagyon régóta használom, ez a Nuxe Rave de Miel, nem tudom, hogy kell kiejteni, de ez a tégelyes ajakbalzsam, ami szerintem így télen egyszerűen szuper, nekem most használatban van egy, úgyhogy ezt nem fogom kibontani. Én ezt csak és kizárólag éjszakára használom, mert egy nagyon sűrű, nagyon gazdag ajakbalzsam, aminek kell idő, hogy beszívódjon, viszont reggelre mindig nagyon puhák lesznek tőle az ajkaim, úgyhogy én ezt nagyon szeretem, ez ugye nálunk is kapható gyógyszertárakban, szóval szerintem ez egy tuti kis ajakbalzsam, úgyhogy ennek nagyon-nagyon örülök. Aztán nézzük a 8-as ablakot. Úristen, ezt annyira vártam, Ez a Laura Geller Baked Gelato Swirl Illuminator, tehát ez egy highlighter, még pedig a Gilded Honey árnyalatban, ez egy ilyen kis, nem tudom, utazókiszerelésű termék, mert hogy nem ekkora a teljes méretű, de erről már rengeteget hallottam külföldi YouTube-osoknál, hogy mennyire csodálatos, egyébként már csak így egy csomagolásban is csodálatosan néz ki. Úristen, de néz ki. Nézzük meg, hogy milyen. Ez gyönyörű, ez egyszerűen gyönyörű. Nézzétek, hogy fénylik, úristen. Hát ez egy olyan igazi aranyfényű highlighter, most az ünnepi időszakra tökéletes lesz. Igazából ez volt az egyik fő
motiváció, ami miatt megrendeltem ezt az adventi naptárat, amikor megláttam, hogy ez benne van, akkor tudtam, hogy ez nekem kelleni fog. Egyszerűen gyönyörű fénye van, nincsenek benne csillámok, egy ilyen egyenletes, gyönyörű fényt ad. Jézusom, szerelmes vagyok. Akkor menjünk tovább a 9-es ablakkal. Ez egy Rimmel rúzs. Egyébként most pattog le az összes körömről a körömbarkettől az ablak nyitogatástól. Tehát ez a Rimmel The Only One Lipstick rúzs az 510 Best of the Best árnyalatban. Nem tudom, hogy ezt nálunk lehet egyébként kapni, de ez egy gyönyörű piros szír. És meg is mutatom nektek. Oh, Isten, ez egy hideg tónusú rózsaszínes piros. A videón igazából rózsaszínebbnek tűnik, mint amilyen valójában, de gyönyörűséges színe van. Én imádom az ilyen hideg tónusú rózsaszínes piros árnyalatokat. Ezek egyébként optikailag fehérebbnek mutatják a fogokat, úgyhogy már csak emiatt is szeretem. Úgyhogy én ennek a rúzsnak is nagyon-nagyon örülök. És akkor jöjjön a 10-es ablak. Ó, ez micsoda. Tudjátok, ilyen hajgumi, amit így rá lehet tenni a csuklódra, amikor éppen nem használod. Pop Benz a márka, és hát most így az ünnepre való tekintettel egy piros, illetve egy fehér ilyen hajgumit kaptunk. Erre mondják, hogy nagyon jó, mert így nem törik meg a hajat, úgyhogy ezt ki fogok próbálni, persze miért ne. Tök jó pofa. Remélem, hogy ez tényleg az, aminek én mondom. Igen, az. Na és már csak 2 ablak van hátra. A 11-es, az egy bourgeois szemfesték, azt hiszem. Mégpedig az original 03-as árnyalatban, így néz ki a kis tégely. És így néz ki maga a szemhéjpúder, szerintem csodálatos, van egyébként egy picike tükör is ott. Picit száraznak tűnik nekem ez a textúra, és valóban, mert porol is egyébként. Hát, ez nem biztos, hogy a kedvencem lesz. Igen, egy kicsit száraz, meg picit porolós is, és csillámok vannak benne, hát ide kentem végül föl. Talán látjátok, igen, szerintem lehet látni, hogy szépen fénylik, csillámok vannak benne, ilyen aranyszínű csillámok. Hát ezt megnézem, hogy majd szemhéjon, ecsettel, szemhéjalappal hogyan működik, mert egyébként szép kis szín, csak a textúrája az talán nem az igazi. Az utolsó ablak 12-es. Nézzük, mit rejt. Ezt nagyon kultúráltan sikerült leszednem. Gratulálok magamnak. Ez egy Pure Cosmetics Correcting Primer Illuminate and Glow, tehát ez egy, azt írja, hogy korrigáló primer, amitől ugye a bőr ragyogó lesz, és ez egy ilyen kis utazó méretű kiszerelés, erre nagyon kíváncsi vagyok, erről a márkáról is sokat hallottam már külföldi videósoktól. Barackos színe van, nagyon-nagyon könnyű a textúrája, van valami illata? Nem igazán érzem, hogy lenne illata, és valóban egy ilyen ragyogó finist ad a bőreket. Szerintem ebből ti most nem fogtok sok mindent látni, mert annyira nem szembetűnő. De egyébként viszonylag gyorsan beszívódik, és tényleg nagyon könnyű, ilyen krémes textúrája van. És hát ennyi minden volt az én Feel Unique-os Beauty adventi naptáramban, még az idő is teljesen beborult, úgyhogy kénytelen leszek befejezni ezt a videót, mert lassan nulla, azaz nulla természetes fény lesz itt a nappaliban. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Én nagyon örülök egyébként ennek az adventi naptárnak, még akkor is, hogyha nem az összes terméket fogom tudni használni belőle, de több dolog is van, aminek nagyon-nagyon örülök, és hát ez egy olyan kis meglepetés, ajándék volt magamnak, úgyhogy én nagyon boldog vagyok. Hogyha tetszett ez a videó, akkor ne felejtsetek el lájkolni, illetve kommentben írjátok meg, hogy ti készítettetek-e valakinek adventi naptárat, esetleg magatokat megleptétek-e valami hasonlóval, mint amivel én is. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok rá, és természetesen ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!